az önkormányzattal, az EGRI Kulturális és Művészeti Központtal, valamint a médiacentrummal való együttműködését értékelte a civil kerekasztal a legutóbbi ülésén. Emellett a civil rendezvú programjairól is szó esett, aminek a lényege, hogy jó hangulatban értékeljék az egész éves munkájukat, mondta Radics Istvánné, a civil kerekasztal soros elnöke. Az EGRI civil rendezvú, ez az egész éves civil munkának a lezárása, az egész éves civil munka értékelése, az elismeréseknek a kiemelkedő civil munka elismeréseinek az átadása. A február 28-án 15 órától kezdődő EGRI civil fórum programjait Gál Sándor, a civil kerekasztal tagja ismertette. 20. Városi civil fórumra kerül sor, aminek a napi rendje tulajdonképpen stabil, tehát a szekciók hálózati együttműködése. Értékelni fogjuk a fórumon a partnereinkkel való együttműködésünk egy évét, és a civil delegáltak is beszámolnak az önkormányzati bizottságban végzett munkáról, és készülünk egy 20 perces filmmel, amiben 20 évre tekintenénk vissza, és nyilvánvaló, hogy a végén pedig a fórum az állásfoglalásokat, illetve a javaslatokat megvitatja és elfogadja. Habis László polgármester a fontosabb városfejlesztésekről is tájékoztatta a jelenlévőket, példaként említette az M25-ös gyorsforgalmi út munkálatait, a városfal felújítását, az úszoda fejlesztését, de kitért az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatra is.